Sziasztok! Ma a logaritmus témakörével megyünk tovább. Ez egy nagy témakör, úgyhogy több videóban fogom én ezt alaposan körüljárni. A mai nap megnézzük a logaritmus értelmezését, és nézzünk egy pár kifejezést és egyenletet. Ahhoz, hogy ezt a témakört el tudjuk kezdeni, fontos, hogy tudnunk kell a hatványozás azonosságait, a logaritmus azonosságait, az exponenciális egyenletek megoldásánál tanultakat, a logaritmus függvénynek az értelmezési tartományát, valamint készség szinten ugye meg kell oldani az első és másodfokú egyenleteket. De menjünk szépen sorjába. Mi is az, hogy logaritmus? Úgy szól a fáma, hogy legyen a nagyobb, mint nulla ugye ezek a kikötések, a nem lehet egyenlő egyel, és b legyen nagyobb, mint nulla, ekkor a b szám a alapú logaritmusa, tehát log a b, jelenti azt a valós számot, vagyis kitevőt, amelyre a-t emelve b-t kapunk eredményül. Azaz a alapú, a az a alapú logaritmus b-n, ugye ez nem ad más, mint B -t. De nézzük, hogy ezt a kifejezést mi meg tudjuk érteni. Ugye itt van nekünk a log 2-8-unk. Ezt én ide még egyszer leírom. Tehát kettes alapú logaritmus 8-nak az értékét hogyan tudom én kiszámolni, ha nézem a logaritmus értelmezését. Ugyanúgy, hogyha... Én a kettes alapot valahányadik hatványra emelve 8-at kapok eredményül. Lényegében ez ö, a logaritmus értelmezése. Hogy én ezt meg tudjam tanulni, ezért fontos az exponenciális egyenletteknél tanultak, ugye a 8-ast kettesekre fogom én átírni, hogy azonos legyen az alap. Ez nem lesz más, mint 2 a harmadikon, és mivel ez ö, szigorúan monoton, ezért le tudom azt írni, hogy x egyenlő 3. Szóval a log 2, 8 as a megoldása 3. Ugyanígy járjunk el a log 2, 1, 8 is, ezt ide leírom, Azaz, ha a kettest valahányadik hatványra emelem, tehát ezt a kettest, egy nyolcadat fogok kapni eredményül. Ezt mondtam el e, itt fent a definícióba. Ugye ahhoz, hogy én ezt meg tudjam oldani az exponenciális egyenletet, azonos alapra kell hoznom. A nyolcast ugye nem nehéz, ez kettő a harmadikon. Tovább. 2 az x en nem lesz más, mint 2 a mínusz harmadikon, azaz ennek a megoldása x egyenlő mínusz 3. Szóval a log 2 egy 8 adnak mínusz 3 a megoldása. Nézzük meg az A alapú logaritmus B-t, hogy mi, micsoda ebben a jelölésben. Az A jelenti a logaritmus alapját a B pedig az úgynevezett numerus, vagyis a logaritmus numerusa. Nagyon fontos a logaritmusnál, hogy a kikötéseket betartsuk. Ugyanúgy, mint amikor a törteknél kizártuk azt, hogy a nullát, ugye kizártuk azt, hogy a nulla nevezőben nem lehet, itt is be kell tartani a szabályokat. Ugye a logaritmus alapja csak egyel nem egyenlő pozitív szám lehet, és a másik pedig, a másik szám pedig csak pozitív lehet. Ezért is raktuk be ezeket a kikötéseket, hogy A legyen nagyobb, mint nulla, ugye A nem lehet egyel, egyenlő, és B legyen nagyobb, mint nulla. Fontos továbbra, tovább még nagyon fontos a logaritmusnál megjegyezni, hogy A alapú, logaritmus a nak az értéke 1. És ha találkoztok a alapú logaritmus 1, tehát ha itt egy szerepel, az mindig nullát fog adni. Ezért is fontos, hogy mindig kikötéseket tegyünk, ezt érdemes megjegyezni. Nézzük tovább a logaritmus azonosságait, ugye ezeket nem kell nagyon megtanulni, hiszen ezek ben vannak a függvény táblába. Érdemes ezt így megnézegetni, megkeresni a függvény táblába, én most ezeket nem sorolom fel, hiszen a feladatok során mindegyikre veszünk egy-egy példát. Nézzük meg a, az LG kifejezést. Ugye az LG kifejezés, ez lényegében a logaritmus alapjait tíz. Ugye ezt jelenti az lg. Nézzünk rá példát, hogy ö, megértsük. Mit jelent az, hogy lg 10? Ez ö, mennyi értéket ad? Ha én ezt átírom, hiszen a logaritmus alapja 10 az lg-nek, azaz más néven nem más, nem más, mint tízes alapú logaritmus 10, mennyit fog adni? Hát egyet, mivel az előző diámba, ha én most visszamegyek, még egyet, ugye itt mondtam azt, hogy A alapú logaritmus A egyet fog adni, ugye tízes alapú logaritmus 10 egyet fog adni. Nézzük meg még egyszer ezt a feladatot. Ugye tízes alapú logaritmus 10 egyet fog adni, de ha én úgy fogom ezt megoldani, hogyha a tízet valahány, tehát ezt a tízest valahányadik hatványra emelem, akkor tizet kell kapnom eredményül. És ugye exponenciális egyenleteknél megtanultam, 10 értéke, ugye 10 az elsőn, tehát x egyenlő 1, egy, ugye ennek a megoldása is 1. Mivel 10 az elsőn, az 10, ugye? Ezért a definíció értelmében az 1 az a kitevő, amelyre a logaritmus alapját, tehát a 10-et emelve megkapjuk a logaritmus numerusát, azaz a tizet. Nézzük meg a feladatokat. Számítsuk ki az ismeretlenek értékét. LGA egyenlő kétszer LG3 plusz LG11, mi lesz ennek az a az értéke? Hát alkalmazzuk a logaritmusok hatványára vonatkozó összefüggést, ugye a logaritmus azonosságait. Vagyis most azt az azonosságot kell alkalmazni, a hatványos azonosságot, mivel itt kétszer LG3 szerepel, és ha eszetekbe jut az azonosság a hatványra vonatkozó összefüggés, azt én gyorsan... Segítségként ide leírom, a k log a x egyenlő, log a x, és ez a szorzó, a káz felment ide a numerusra, tehát hatványként felment. És fontos megjegyezni, ugye mindig alkalmazzuk a kitökötéseket, hogy a és X nagyobb, mint nulla, és a továbbra sem lehet egy. Fontos, ha ezeket mindig ö, ö, kiírjuk. Na hát akkor alkalmazzuk ezt az azonosságot erre a feladatra. a, bocsánat, ez. Nem alsóba megy, tehát. Tízes alapú logaritmusa egyenlő, LG 3 a másodikon, ahogy látjátok itt az azonosságban, ez a kettes. Szorzó felment ide a numerusz kitevőjeként. Ez meg simán leírom, hogy LG11. És ha észreveszitek, még ezt szépen letisztázom, hogy LG 3 a az 9 plusz LG11. És már is kaptam egy logaritmus azonosságot. Ismét alkalmazzuk az azonos alapú logaritmusok összegére vonatkozó kifejezést, azaz én ide ide beírom segítség méghozzá a következőt fogjuk venni, a alapú logaritmus x plusz a alapú logaritmus y, az azonosság szerint ez nem ad más, mint a alapú logaritmus x -er y, természetesen a kikötésekről se fejetkezzünk meg, ahol a x, y, nagyobbnak kell lenni, mint nulla, a definíció értelmében is az a továbbra sem lehet egy. Na hát, akkor alkalmazunk ezt az összefüggést, ugye itt járunk, ez olyan, mint a, ugye ez tízes alapú logaritmus 9, plusz 10-es alapú logaritmus 11, azaz, ezt az összefüggést fogjuk alkalmazni, ebből fogjuk ezt megkapni. Tehát, lg a egyenlő, lg, ha alkalmazzuk ezt, ugye azonos az alapja, Lg 9x11-et fogunk kapni. Akkor én ezt kiszámolom, Lg egyenlő 99. Mivel azonos alapúak a logaritmusok, ugye azonos alapúak, mivel ez tízes alapú logaritmusa, tízes alapú logaritmus 99, tehát azonos alapú logaritmusok, akkor és csak is akkor egyenlőek, ha az argumentumok is egyenlő. Azaz, ezt mindjárt leírom, azaz, hogy ez mit is jelent, képzeljük el azt, hogy tízes alapú logaritmus a, ugye, ez az LG magyarán, az alap ugye az a 10, ez nem más, mint logaritmus, tízes alapú logaritmus 99. Ez jelenti azt, hogy azonos alapúak a logaritmusok, és akkor is csak is egy egyenlők, ha az argumentumok, tehát az alapjuk egyenlők, azaz elhagyhatjuk az LG kifejezést, és meg is kaptuk eredményül, hogy az A 99-et ad. Ilyen esetben nagyon-nagyon fontos, feladatok megoldása során, hogy ezt mindig odaírjuk, hogy azonos alapú logaritmusok akkor és csak is akkor egyenlők, ha az argumentumok, vagyis az alapjuk egyenlők. Nézzük tovább ezeket a feladatokat. Tízes alapú logaritmus B egyenlő 1 2 egyszer, LG 4 minusz, 3 2 LG 9. Na hát, Rögtön szembe tűnik, hogy ismét találkozunk egy logaritmus hatványára vonatkozó összefüggéssel. Én ezt most nem fogom ide külön leírni, hanem gyorsan elmondom, ugye azt az azonosságot használjuk, hiszen látjuk, hogy itt szorzóban van. A k loga x egyenlő alapú logaritmus x a k adikon, és fontos kikötésbe odaírni, hogy a x nagyobb, mint 0, a továbbra sem lehet egyenlő 1-el. Oldjuk meg a feladatot, ugye a hatványosra vonatkozó logaritmus szabályt fogjuk azonosságot alkalmazni. LGB egyenlő, LG4, ugye ez a szorzó megy a 4-es fölé, tehát hatványaként megy, mínusz a 3-2-et pedig a 9-esre megy hatványként, 9 a 3-2-en, hiszen csak így fogunk mi most tovább lépni. Ahhoz, hogy mi ezt az LG4 az 1-2-et, meg a LG9 a 3-2-et ki tudjunk számolni, eszünkbe kell, hogy jusson a racionális kitevőjű hatvány, hiszen ezt mi most egy számra fogjuk átírni, ezt a 4 az 1-2-et ide gyorsan külön megoldjuk. Négy az egy kettediket hogy kell elképzelni? Ahogy a racionális kitevőjű hatványoknál már elmondtam, ugye itt a hatvány kitevőben ez a kettes, ugye ha a négyzet gyökre akarom átírni, gyökös kifejezése, ugye ez a kettes kimegy, ez lesz a négyzet gyök ugye marad a 4, a 4 az elsőn, ha ezt én megoldom, akkor kettőt fog adni. Akkor szépen ide visszamegyek, lgb egyenlő, lg2, hát nem szebb így a kifejezés, mínusz. Az lg9 a 3 milyen számot ad? Racionális kitevőjű hatvány, ugye itt a hatvány kitevőben a nevező fogja mutatni, hogy a gyök hányadik ö, ö, értéken van, tehát a másodikon, 9 a harmadikon, azaz, ha én ezt megoldom, 27-et fog adni. Szóval LG 27, már is egy egyszerű számot kaptam, ez nagyon fontos, hogy így oldjuk meg. És eszembe jutva is nézem az azonosságokat, azonos alapú logaritmusok különbségére vonatkozó összefüggést fogom alkalmazni, azaz a log a x mínusz log a Y az nem más az azonosság szerint mint alapú logaritmus X per Y. Itt az azonosság a következő következőképpen fogok tehát eljárni LGD egyenlő, Lg, mivel azonos tízes alapú logaritmus 2. 27. és akkor most jön az a szabály, amit az előző feladatnál is elmondtam, vagyis az a fontos mondat, amit meg kell jegyezni, hogy azonos alapú logaritmus akkor és csak is akkor egyenlőek, ha az argumentumok is egyenlő, és ha én ezt a mondatot oda a feladatom mellé, nincs más dolgom, mint elhagyom az lg jelet a logaritmust, és b egyenlő 227-ed a feladatnak a megoldása. Ennek alapján nézzük meg a következőt is. Tízes alapú logaritmus C-nek az értéke mennyi, ha kétharmadszor LG 8 mínusz egyharmad LG 27 plusz kétszer LG 5 kifejezés szerepel az egyenletnek a jobb oldalán. Hát már is látom, hogy itt szorzások vannak a logaritmusok előtt. Hát eszembe jut, hogy a logaritmus hatványára vonatkozó összefüggést fogom én alkalmazni. És itt fontos, hogy ugye itt mínusz egyharmad szerepel, tehát a logaritmus 27 lesz a mínusz egyharmadikon, hiszen ezt az, a, az előtagját, az ez az egyharmad viszi ö, hatvány kitevőként a 27-es fölé, tehát tízes alapú logaritmus 27 a mínusz egyharmadikon, ugye? szorzás itt, ugye, és itt ö, pozitív értéket fog kapni, mivel ezt a mínuszt én ide föltettem, és akkor marad más, mint LG5 a négyzeten. Akkor én ezt szépen ö, le fogom egyszerűsíteni, már mint a 8 a 2 meg a 27 a mínusz 1 harmadikon, méghozzá ugye, ahogy az előző feladatban racionális, kitevőjű hatványként fogom megoldani, ugyanúgy járok el a 27 a mínusz egy harmadikonnal is. Egy harmadot fogok kapni, akkor már is visszaírom ide, ugye ez logaritmus 4 plusz logaritmus 1 harmad plusz logaritmus 25. Itt pedig az összegre vonatkozó összefüggést fogom alkalmazni, tehát pozitív van, tehát összeadás magyarán, tehát az összegre vonatkozó logaritmusos azonosságot fogom alkalmazni, tehát LGC egyenlő, az összefüggés szerint pedig nem lesz más, mint összeszorzom. Ha itt tíz darab összeadás lenne, akkor a számokat 10 fogom összeszorozni, azaz 4-szer, egy harmad szor 25, és ha itt még lenne plusz 3 vagy 4, akkor szor 4, szor 3 például. Ha én itt a zárójelben megoldom ezt a, a, a szorzást, tehát összeszorzom, LGC egyenlő LG 100 harmad, és akkor most jön a bűvös mondat, azonos a logaritmus akkor és csak is akkor egyenlő, ha az argumentumok is egyenlő, ennek pedig az, azaz cére megkaptam, hogy 103 ennyi volt a feladat. Nézzük a következőt. Nézzük az utolsó ilyen feladatot. Észrevesszük azt, hogy itt a hatványra vonatkozó logaritmusos azonosságokat kell alkalmazni, hiszen szorzásként megjelenik itt az 1 2 itt a mínusz 1 2 itt is az 1 2 Ezért én gyorsan a hatványra vonatkozó logaritmusos összefüggés szerint le fogom én ezt a feladatot egyszerűsíteni. Ugye itt plusz lesz összeadás, mivel én ezt az lg 5 a mínusz 1 2 erre fogom az, az 5-öt felemelni, plusz LG-3 az 1-2-en. Akkor látom, hogy itt ilyen furcsa számok vannak, hogy 15 az 1-2-en, 5 a mínusz 1-2-en, 3 az 1-2-en, ezért a racionális kitevő hatvány azonosság alapján én el fogom intézni ezeket a számokat a 15 az 1 2 en ugye az nem nagyon tudok mit csinálni, ez marad, a gyök 15, gyorsan ide leírjuk, hogy LG gyök 15 plusz LG 6 plusz, hát az LG, tehát az 5 a mínusz 1 2 en ugye ez négyzetgyök alatt lesz az 5 a mínusz elsőn, azaz négyzetgyök alatt az 1 5 fog itt szerepelni, tehát LG, négyzetjük egy ötöd plusz, ez pedig nem lesz más, mint LG négyzetjük alatt a három. Ugye itt pedig rögtön látom, hogy a logaritmus összeadásra vonatkozó azonosság jelenik meg, de hogy az előző feladatban is, ugye itt összeadás, összeadás, összeadás van, ezért én nyugodtan megszorozhatom a gyök 15 a 6-tal, az egyötöddel, gyök egyötöddel szór, Gyök 3, és akkor a, a gyökvonás azonosságait alkalmazva, ugye egy közös gyökjel alá vihetem a 15-öt, az 1-öt, 5-öt és a 3-at, és így szorzom meg 6 tal és ha én a zárójelen belül elvégzem az összeadás, ugye itt gyök 9, azaz 3 x 6, LG18 lesz, és most jön ugye az a fontos mondat, hogy azonos alapú logaritmusok akkor és csak is akkor egyenlők, ha az argumentumok is egyenlő, azaz elhagyhatom az LG kifejezést, D egyenlő 18-at fogok kapni értékül. Nézzük az utolsó feladatot, melyik kifejezés értéke a nagyobb. Hát célszerű az ilyen feladatokat úgy kezdeni, hogy ha látunk záróját, akkor a zárójelben ö, lévő kifejezéseket végezzük el, ez nem lesz más, mint LG6, ez pedig ugye itt az összegre vonatkozó logaritmus azonosságot vélem felfedezni, tehát LG3 x 3, tehát LG6 vagy az LG9 a nagyobb. Hát a logaritmus függvény szigorú monotinitása miatt el lehet hagyni az LG kifejezést, hiszen az alapjuk azonos, ez ugyanaz, mint a feladatoknál, tehát az azonos alapú logaritmus akkor és csak is akkor egyenlő, az argumentumikus egyenlő, ugye? Ugye ez volt a bűvös mondat az egyenleteknél. Mivel ezeknél azonos az alap, és ugye a logaritmus függvény szigorú minimitása miatt ugye el lehet hagyni a logaritmus értékét, Látni lehet, hogy a 6 vagy a 9 a nagyobb, hát persze, hogy a 9. Ilyen egyszerű ez a feladat. A következő videómban megyünk tovább majd a logaritmussal, egyenletrendszereket, és még tovább boncolgatjuk a különböző logaritmusos kifejezéseket.